Beregvidéken is avatnak családorvosi rendelőt néhány napja a szülősi járásban. Miért fontos ez a projekt Kárpátalján, illetve mi a különlegessége a nagy avatásnak? Ez egy legfontosabb projektünk, hiszen beindult az úgynevezett egészségügyi reform, amelyek értelmében a családorvosi rendelőknek a felelőssége nagy mértékben megnőtt, ugyanakkor az állam természetesen ezek a rendelőknek a felújításához, berendezéséhez semmifajta pénzeszközöket nem biztosított. Örülök annak, hogy itten nagy is sikerült felújítani ezt a rendelőt, ami közel négyezer embernek az ellátását biztosítja, és most már normális körülmények között. Beszélgetve a, a, a itt dolgozókkal, elmondjuk azt, hogy ez a reform teljesen felemás, hiszen szerzősek kell kötni az orvossal ahhoz, hogy az intézmény pénzt kapjon, azonban ezt a szerződésnek a számát 1800 főben maximálják, mivel itt csak egy orvos van, Teljesen nyilvánvaló az, hogy 1800 fölött nem engedélyezik a szerződéskötést, tehát a többi majdnem 2000 embert pedig ingyen kell, hogy gyógyítsa az állam, nem biztos, hozzá megfelelő pénzügyi támogatást, úgyhogy szerintem, hogy valaki reforma gondolkodik, akkor adjon pénzt is hozzá. Köszönhet a magyar kormány támogatásának. Szerintem, hogy vasilónak a ezt a azt, hogy egy ilyen újabb állomáson itt lehetünk, és most már hosszú évekkel biztosítva lesz, hogy az itt dolgozó orvosok és nővérek megfelelő körülmények között tudjanak dolgozni. Köszönöm, Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Brenzö és László elnök úr javaslatára 2018 tavaszán Magyarország miniszterelnökségének nemzetpolitikai államtitkársága, Potápi Árpás János államtitkár előterjesztése nyomán született egy kormányhatározat, amelyben kárpátai házi orvosi rendelők felújítására a magyar kormány 200 millió forintot ítélt meg. Így a korábban már elindult egyes projekt folytatására került sor ebből a keretből, és ebbe 14 házi orvosi rendelő fért bele költségvetésileg Kárpátai a különböző járásaiból. Ebbe a projektbe került be Nagybereg is. És itt egy olyan háziorvosi rendelőbe, körzeti rendelőbe vagyunk, ahová négy település tartozik. Nagyberek, Kigyós, illetve ugye a Berekszászi és az ilosvai járás határán található alsóremete, remete, illetve felső remete, amely települések, ez utóbbi két település, többségében nem magyar lakta település. Tehát itt egy újabb példája történik annak, hogy ezeknek a támogatásoknak és fejlesztéseknek nem csak a magyar közösség ellátását javítjuk vele, hanem az ukrán közösségét is, illetve az itt nem elhanyagolható számban jelenlévő roma lakosság ellátásához is javítjuk a körülményeket. Ugye itt ez egy elég nagy rendelő, 160 négyzetméteres épület melléképületekkel, és hét helyiség, folyosó, közlekedő, itt is kialakítottunk egy vizes blokkot, mert nem volt az épületen belül, tetőcserét, cserét hajtottunk végre, tehát egy több mint 10 millió forintos beruházás történt ebbe a rendelőbe.